Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon televízió híradóját látják, Slajhoz Zénó vagyok, főkéne egy néhány mondatban. Közlekedés környezet programok 512 elképzelés érkezett a pécsiektől. Képzés indul a gyakorlati oktatóknak, várja a jelentkezőket a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Szentlőrinci mezőgépnapok, agrárgazdasági gépek bemutatója. Vibrafónia, utazása a vibrafon körül, a püspökvári zenés esték újabb koncertje. Dönts velünk címmel idén másodszor hirdetett közösségi költségvetést a pécsi önkormányzat. A tavalyihoz képest több mint kétszer annyi 512 ötlet és javaslat érkezett be a pécsiektől. A szakmai értékelést követően a legjobb ötletek közül újra a pécsiek választhatják ki ősszel, hogy melyek valósuljanak meg. Összesen 512 ötletet adtak be a Pécsett élő dolgozó és tanuló polgárok a Dönts Velünk program idei pályázatára. Jelenleg a szakmai előszűrés folyik, mondja a program szakmai koordinátora. Az 512 javaslat feldolgozása történik most. Szortírozzuk őket, milyen típusú javaslatok, kik küldték be, beleférnek-e egyáltalán a meghatározott minimális keretekbe. Ez a folyamat az egészen augusztus 15-ig tart, ez az úgynevezett szakmai előszűrés. Utána van egy képviselői véleményezés, amikor a képviselők az önmaguk vagy a saját maguk által elképzett fejlesztésekkel összevetik, hogy ők merre tervezték, miben állapodtak meg a saját keretükből, milyen fejlesztéseket terveznek, ezeknek az összevetése megtörténik. Ezután az adott területen élők is megismerhetik azokat a fejlesztési javaslatokat, amiket a szomszédjaik vagy a közelükben élők szeretnének megvalósítani. Jön a részvételi tanácsülés, ami szeptember elején lesz, amikor a lakosok a verbúvált részvételi tanács, ezután is kérek mindenkit, vagy ezúton is, hogy jelentkezzen részvételi tanácstagnak. A szeptember elején lesznek, és ők a részvételi tanácstagok kiválasztják azokat a javaslatokat, amik zónánként felkerülnek a szavazólapra, és szeptember végén indul a szavazás. Ezen a felvételen egy tavalyi ötlet megvalósítása látható. Az Ágoston téri zebra okozzebrává alakítását kérték az itt élők, a gyalogosok nagyobb biztonsága érdekében. Idén is sok közlekedéssel, úthálózattal kapcsolatos elképzelés érkezett a pályázatra. Sok zöld megoldásra tettek javaslatot, mondja Salamon Péter. Sokan külföldi példából merítkeztek, Milánóban vagy Kolumbiában nagyon elterjedt a vertikál garden, az úgyne, a homlokzatokra létrehozott zöld struktúrák, ami smogfogó időjárás javítóval is, hogy a hőérzetet javító beruházásnak számít. Erről nagyon sok javaslat jött, közösségi program, közösség fejlesztésre jöttek be javaslatok, aztán események szervezésére nagyon sok. A várost 10 körzetre osztották fel, minden körzetre 10 millió forint jut, amiből a kiválasztott pályázatokat megvalósítja az önkormányzat. A pécsi civilekből álló részvételi tanács nyár végén válogatja majd ki azt a város részenként 5-5 darabot, ami felkerülhet a szavazólapokra. Ezekről újra a pécsiek dönthetnek várhatóan ősszel. Szeptemberben is lesz támogatott kamarai gyakorlati oktatóképzés, adta hírül a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Ide azokat a középszintű szakmai végzettséggel rendelkezőket várják, akik szeretnének részt venni majd a fiatalok gyakorlati oktatásában. Minden szakmaterületről várják a legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezőket a helyi iparkamara képzésére. Oktatók és tanulók a gyakorlati képzésben ezeken a felvételeken, azonban nem lehet mindenki oktató, aki művel egy szakmát. Ezt törvényi előírás határozza meg. Éppen ezért indít képzést szeptembertől a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, mondja a szervezet munkatársa. Az alap, ez a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga, mely alapján egy tanúsítványt kapnak, ez egy hatósági képzés, egy jogszabály alapján megvalósuló képzés, melynek a belépési feltétele az, hogy gyakorlatilag középfokú képzettséggel kell rendelkezni, gyakorlatilag szakmunkás bizonyítvánnyal, vagy technikusi oklevéllel, vagy egy középszintű OK-s bizonyítvánnyal, akinek ez megvan, és van 5 éves szakirányú szakmai tapasztalata, ők jelentkezhetnek hozzánk, Baranya vármegyében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarához, de a többi vármegyében nyilván a területileg illetékes gazdasági kamarához. Így részesülhet a képzésben, amit a helyileg illetékes gazdasági kamarák szerveznek. Ez a képzés egy 50 órás
tanfolyam tulajdonképpen, mely két részből áll. Van egy elméleti 25 órás képzési rész, amelyben kommunikációs, szociálpszichológiai, pedagógiai és gyakorlatilag ilyen szakképzési adminisztrációs ismeretek azok, amelyben elméleti képzést kapnak az itt résztvevők. Gyakorlatilag a jogszabályok alapján hogyan működik egyáltalán a szakképzés, a szakképzési rendszer, hogyan kell a diákokkal foglalkozni, mi az a pedagógia, mi az a didaktika, milyen kommunikáció, stb. Pszichológiai alapok. És gyakorlatilag ezt lezárja egy online vizsga. Ehhez jön egy második rész, ahol további ismereteket sajátíthatnak el, amik a gyakorlati oktatásban, de a mindennapokban is segíthet a szakembereknek. A második rész pedig egy érzelmi intelligencia tréning, amely arra szolgál, hogy a különböző élethelyzetekben, a duális képzőhelyen hogyan kell a fiatalokkal bánni, kommunikálni, terelni őket, segíteni őket, de egyébként olyan gyakorlati ismereteket nyújt ez a tréning a résztvevők számára, amelyeket az élet bármely területén tudnak használni és alkalmazni. Nagyon jók a visszajelzéseink, most már évek óta, hogy csináljuk ezeket a tréningeket, kiváló trénereink vannak és kiváló oktatóink vannak, én azt gondolom. Évente mintegy 100 gyakorlati oktató kerül ki így. A képzés díjának csak egy kis részét kell a jelentkezőknek fizetniük. Baranya vármegyében olyan 130 fő új oktatási feladatokat is ellátó szakember az, aki itt a kamarán keresztül kiképződik. Gyakorlatilag a gyakorlati oktatókat bármilyen középfokú, legalább középfokú végzettséggel befogadjuk, és állami támogatást is tudunk biztosítani nyilván egy bizonyos mértékig vagy létszámig. A következő csoportunk a szeptember közepén fog indulni, gyakorlatilag durván 23 ezer forint, az állam gyakorlatilag a 90%-át kifizeti ennek a képzésnek. A képzés összesen 6 napos, ezt 2-3 napos turnusban végzik el a jelentkezők. Piacsek László azt mondja, minden szakmaterületről várják a jelentkezőket, akik szeretnének majd részt venni a fiatalok gyakorlati képzésében a jövőben. Részletes információkat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapján kaphatnak az érdeklődők. Rövid híreink következnek. Holt Péter legfőbb ügyész a Nemzeti Nyomozóirodának küldte feljelentés címszóval Vári Attila ügyét. Az ügyre most Vadai Ágnes DK-s parlamenti képviselő kérdezett rá Holt Péter legfőbb ügyészhez írt levelében. A politikus arra volt kíváncsi, hogy a legfőbb ügyészség indít-e vizsgálatot a Magyar Vízilabda Szövetségnél a Madaras Norbert jelenlegi elnök által megrendelt Vári korszakról készült átvilágítási jelentés alapján. Sajtóhírek szerint a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó által vezetett szakszövetség működése során átláthatatlanul, szinte fék nélkül szórták a pénzt. Vári fideszes polgármester jelölt volt Pécsett 2019-ben, de alul maradt Péterfi Attilával szemben. 2018. szeptemberében Kemény Dénest váltotta a Magyar Vízilabda Szövetség elnöki posztján, majd lemondott 2022-ben. Az elmúlt időszakban a szigetvári rendőrfőkapitányság területén olyan személyek ellen intézkedtek, akiktől biofüvet és kristályt foglaltak le. Minden fogyasztótól egy irányba vezettek a szálak, mivel mindegyikük ugyanazt a férfit nevezte meg terjesztőként. Augusztus elejére már minden szükséges információ a rendőrök rendelkezésére állt ahhoz, hogy kihallgassák a 31 éves pettendi kereskedőt, ezért a Mecsek közterületi támogató alosztály a férfit a saját házában fogta el. A gyanúsított kihallgatása során nem is ismerte el a bűncselekmények elkövetését. Őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság a mai napon elrendelt. Az eljárásban zárolták a gyanúsított bankszámláját, ingatlanját, valamint pénzt és ékszereket is lefoglaltak. A mezőgazdasági eseményeknek Szentlőrincen több évtizedes hagyománya van. Ezt megtartva 2024. augusztusában ismét agrárprogramot rendeznek. Szentlőrinci mezőgépnapok néven, melynek fókuszában a mező- és agrárgazdasági gépek bemutatása áll. Idén már 5 éves hagyománya van a Szentlőrinci mezőgépnapoknak. Két napon át technikák és technológiák színejavát vonultatja fel a mezőgazdaságban tevékenykedő, a gazdálkodás újdonsága iránt érdeklődő agrárgazdálkodók számára rendezvény. A mezőgépnapokon állógép és szántóföldi gyakorlati bemutató várja a látogatókat. A rendező Baranya vármegyei vállalkozói központ változatlanul fontosnak tartja, hogy a mezőgazdasági gépesítés innovációi, új gyakorlatai, precíziós megoldásaiból minél többet bemutassanak.
Az volt a célja, hogy a gazdatársadalmat ki tudjuk szolgálni olyan tudással, olyan szakmai kapcsolatokkal, hogy egy helyszínen, egy helyrajzi számon, egy időben össze tudnak jönni, információhoz tudnak jutni, látnak gépkapcsolatokat, működésben megismerkedhetnek a mezőgazdasági innovációkkal, és hogy egy kicsit talán a generációváltást, ami most nagyon időszerű, ezt is egy kicsit elő tudjuk segíteni. Nagyon fontos az, hogy a vidékfejlesztés az egy hosszú távú folyamat, és annak sokszor nem kézzelfoghatóak az eredményei, hiszen eredménye lehet az is, hogyha a mezőgazdasági termelékenység javul, de ugyanúgy eredménye lehet az is, hogyha az idősödő generációnak a helyébe lelkes fiatalok lépnek. Hát itt szeretnénk nekik is kedvet adni, és reméljük kedvet kapnak ahhoz, hogy igenis a vidéki létben, a vidéki életformában van lehetőség, és nem kell szembeállítanunk a városi lét nyújtotta lehetőségekkel. A gépkereskedők az országos szintet lefedik, de érkezett Németországból is kiállító, aki szállítási innovációval mutatkozik be. Az érdeklődők azt szeretik ezekben a kiállításokban, hogy a gépeket működés közben is megismerhetik. Ezáltal a szakemberek nagyon fontos információkhoz juthatnak első kézből, hangsúlyozta Pol Marietta, a Baranya vármegyei vállalkozói központ ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a központ munkatársai mindig is vidékfejlesztési centrumként látták a Szentlőrinci vásárteret és a hozzá kapcsolódó kistermelők házát. Egy képzési, vásári, kiállítási és képzési közösségi, úgy egyfajta módszertani bázisként. Éppen ezért a szakmaiság is nagyon fontos, úgyhogy szakmaközi szervezetek is jelen vannak a rendezvényen, mint az Agrárgazdasági Kamara, a Baranya vármegyei Agrárgazdasági Kamara, de például a kiskérőtök kapcsolatos szakmai fórumra is sor kerül a mai nap az első nap délelőttjén, tehát akik a juh és kecsketenyésztésben érintettek, őket is várjuk szeretettel. Nem az agrár és mezőgazdasági világ erősítése helyett készülünk a térség újraiporosítására, hanem amellett, azt kiegészítve, mondta Őri László, Baranya vármegyei elnök a rendezvény megnyitóján. Ahhoz, hogy ez a térség be tudja tölteni azt a régió vezető szerepet, megyeszékhely, Pécs és környéke, amely az elmúlt évszázadokban megvolt és jelen volt, ahhoz egyszerre kell megtartani és tovább erősíteni a térség hagyományaiban gyökerező mezőgazdasági termelést és kultúrát, természetesen ötvözve ezt a modern technológiákkal, és egyszerre van szükség új 21. századi, lehetőleg magasabb hozzáadott értéket képviselő ipari termelésnek a meghonosítására, ide vonzására a térségbe. A Szentlőrinci mezőgépnapok fél évtized alatt országosan nőtte ki magát. A vidék és az agrárium összekapcsolódásából indult el. Ez az elmúlt években átalakult, ma már jobban fókuszál a technológiákra és a gépekre, mondta Horváth Zoltán, a Baranya vármegyei kormányhivatal főispánja. De ez egy lehetőség arra, hogy az agráriumban, a mindennapokban dolgozó szakemberek itt Szentlőrincen, azon kívül, hogy találkozzanak és megbeszéljék és picit panaszkodjanak, hogy ez az idei év se lesz olyan, mint gondolják, hogy a legmodernebb technológiákat megismerjék, az itt kiállítók be tudják mutatni a kor legkorszerűbb gépeit, berendezéseit, és abban bízunk, hogy ezek a gazdálkodásban is előbb-utóbb megjelennek. Baranya vármegyében 2024-ben ez az első komplex szakmai esemény, amely a szántóföldi termelés gépi és technológiai újdonságaival várja az érdeklődőket. Vibrafónia, utazása a vibrafon körül címmel ismét egy igazi zenei élményben lehetett része a püspökvári zenés esték közönségének kedden este. A Filharmónia Magyarország szervezésében ez alkalommal Zsoldos Béla vibrafon művész köré épült a különleges előadás. A hangfelvételhez a Nagy János trió is csatlakozott. A koncertet a Pécsi Bazilika nyugati oldal előtti téren tartották meg. Az utazás a vibrafon körül azt jelenti, hogy a koncert során a zenész kicsit megmutatja a hangszer komoly zenei, a jazz, a kortárs vagy a lírai vonalát. Zeneszerzőként, alkotóként is jelen van Zsoldos Béla, aki a hangszer kiváló művelője, művésze. Szerzőként nagyon sok dalt írt vibrafonra vagy vonós négyesre, jazz trióra vagy különböző együttesekbe tette bele a vibrafont. Mi mindig az alappontban, a középpontban a jazz van. Ebben hiába van benne vonós négyes, ők se szép harmóniákat játszanak, hanem azokat a modern kortárs zenei elemeket használom.
ám bár tele van érzelemmel, nálam csúnya kortárzene nincs, csak olyan, amit a közönség szeret. Ez fontos. Úgyhogy ezt igyekeztem mindig is figyelembe venni, de nem is kellett én, mikor leülök komponálni, én ilyeneket írok. A vibrafon művész saját szerzeményeit is előadta olyan zenészek társaságában is, mint Nagy János, Fábri Frey György és a Freestyle String Quartet. Felcsendültek részletek Nagy János Egervízvíz című darabjából is. Itt a vonós négyes érdekes még, ugye a Freestyle Quartet, van egy nagy zenekarunk, a Freestyle Chamber Orchestra, ez egy 14 fős nagy zenekar, jazz trióval, kamara zenekar, vonósokkal és fafúvósokkal, és ebből az együttesből alakult ez a mostani vonós négyes, és hát ugye így már elég sokat játszottunk együtt, tehát hogy így évek óta, még ha nem is így vonós négyessel, de ugye nagyobb zenekarral, tehát ebből az együttesből jöttek a többiek. És hát ugye amit ma játszani fogunk, az Zsoldos Béla darabjain kívül, ugye az Egervíz Svit, az egy ilyen nagy zenekari mű, aminek Szigligeten volt a bemutatója, tavaly ősszel, 2023 őszén, ezt én Márta István felkérésére írtam, egy ilyen nagyobb zenekarra, tehát ez a Freestyle Chamber Orchestra mutatta be, és ebből mutatunk be egy pár tételt, ezeknek az átiratait így vonós négyesre és trióra. A vibrafon a jazz egyik meghatározó alaphangszere, a szimfonikus ütőhangszerek családján belül pedig fontos dallamjátszó hangszer. A püspökvári zenésesték vibrafónia koncertjét a Pécsi Bazilika nyugati oldala előtti téren tartották meg a Filharmónia Magyarország szervezésében. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Augusztus 20-áig tart az ítélkezési szünet a bíróságokon, közölte az Országos Bírósági Hivatal. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe. Ugyanakkor a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is többek között soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, a végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, például cégeljárás, csőd és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Jövő héten tetőzik a Perseida meteorraj, ekkor figyelhető meg az égbolton a legtöbb hullócsillag, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló kedden az MT-vel. A Perseidák meteorraj maximuma idén augusztus 12-én 16 órára esik, de már vasárnap estétől érdemes az eget kémlelni, írták a közleményben. A szakemberek szerint a legtöbb óránként 75-100 hullócsillagot hajnalba lehet majd megpillantani a hét elején. A meteorzápor megfigyeléséhez érdemes fényszennyezéstől távoli helyet keresni, ahol az égbolt jól belátható. A régió híreivel folytatjuk. Megviseli az asszálya a termőföldeket, a növényeket és az állatokat is, egy hónappal előrébb járnak a termények a fejlettségi szinten, ugyanakkor például a tehenek kevesebb tejet adnak a rendkívüli hőség miatt. A gazdák nem panaszkodnak, azt mondják, hogy még nincsen veszve minden, viszont sok plusz feladatuk akad a szárazság miatt. Porzik a föld a szántókon, Szentgáloskér határában. Lazítják a talajt a szakemberek, hamarosan ide újabb növényeket ültetnek majd. Feladta a leckét a gazdálkodóknak a hetek óta tartó szárazság. Sajnos a növények azok hőszegren érnek, tehát őket nem érdekli, hogy éppen 30 órája múlott el július, és még csak augusztus 2-ának a 10 óráját írjuk. Gyakorlatilag én legnagyobb meglepetésemre a szilvafa érik. Az almák már kvázi be is értek. Kukorica napra forgónak egy-két hete van, és mondom augusztus 2-a van. Tehát borzasztóan előre van, egy hónappal minimum a természet. De ha megtetszik nézni az árokpartokat, bármit ki van égve minden, tehát olyan szinten ez az UV, nem csak a hőség, nem csak a napsütés, hanem az UV legyilkolt mindent, hogy... Hát, majd talán jövőre, az idejével azt már el kell engedni. Lefele fordul a kukorica, a legtöbb helyen így csapadék esetén sem jut majd elegendő vízhez. A minőség sem lesz kimagasló egy-egy növény esetében, mondja Hársházi Péter. A minőségnek ilyenkor kell, tehát először mindig a mennyiség próbál kialakulni a növényekbe, mert a növény az nyilván túlélni akarja ezt a hősokkot.
a minőségnek kellene most beépülni, a keményítőnek, a fehérjének, ami már nem fog beépülni, mert már nem él gyakorlatilag a növény. 800 szarvasmarháról gondoskodnak ezen a Szentgáloskéri telepen, ebből 400 tejelő tehén. A hőség őket sem kíméli. Kármel istállóban 36 darab ventilátor, illetve vízpárásító porlasztó, és ennek a használatával hűsítjük az állatokat, és emellett is a tejtermelés 10-15%-kal visszaesett a forróság miatt. Már nem csak az a baj, hogy napközben 34 fokra fölmegy, hanem éjjel is 20 fok fölött marad. És ezt nehezen viseli az állomány, úgyhogy 11 ezer literből olyan 10 ezer napi, tehát 10%-nyi probléma. A gazdák azt mondják, biztosan lesz árnövekedés egyes termékek esetén, hiszen a hőség miatt nagy lesz a kiesés egy-egy terménynél. A szerbiai vajdaságban járt Berlinger Attila Szekszárd polgármestere, hogy újra felerősítse a vármegyeszékhely testvér települési kapcsolatát Óbecsével. Az önkormányzata a jövőben több másik testvér településsel is szorosabbra fűzné viszonyát. Szekszárdot és a vajdasági Óbecsét a 70-es évek óta élénk kétoldalú baráti kapcsolatok fűzték össze. Mint Berlinger Attila elmondta, az elmúlt évek békétlensége ezekre a kötelékekre is rossz hatással volt. Éppen ezért egyik fontos feladatként tartom városvezetőként azt, hogy újraépítsük, újra tartalommal töltsük meg ezeket az egyébként régebben nagyon jól működő rendszereket. Augusztus 1-én tartja Óbecse városa hosszú-hosszú évek óta a saját városuk napját. Egy picit hajaz ez a program a mi augusztus 20-ánkra olyan szempontból is, hogy ilyenkor zajlik Óbecsén is a városi kitüntető díjak átadása egy ünnepi közgyűlés keretében. Erre a rendezvényre fogadta el ismét Szekszárd a meghívást. A találkozó jó alkalom volt arra, hogy a felek felelevenítsék a régi kapcsolatokat. Óbecsével is nagyon sok iskolai, civil, kulturális, sport területén, elég ha csak a vízilabdára gondolok, ami Óbecsén mindig is világszínvonalú és világhírű volt, vagy a évekkel ezelőtt elindult kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, közös gazdasági társaság is alakult annak idején Óbecse és Szekszárd között. Szóval a lényeg ennek, hogy ezeket frissítsük fel, újra vegyük fel a szálakat, és hát korábban, mivel én a város nemzetközi kapcsolataira dolgoztam hosszú éveken át, ezért nagyon sok baráti szál fűzött ehhez a településhez is, úgyhogy örömmel üdvözöltem a régió ismerősöket. A vajdaságiakat az idei szekszárdi szüreti napokra is meghívták, melyet szeptember 19-e és 22-e között rendeznek. Következő hónapokban valamennyi egyéb testvérvárosunkkal kapcsolatban is így fogunk tenni. Már meghívást kaptunk németországi Bietigheim-Bissingenbe, Igazfalvára, Lugosra, de éledezik a belga, a francia, a finn, az ír és valamennyi kapcsolatunk is. A közeljövőben tehát az önkormányzat célja, hogy Szekszárd városi kapcsolatrendszerét nemzetközi szinten is bővítse. 9-en vettek részt a júliusi kötélugró Európa-bajnokságon a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sport Egyesület versenyzői közül. A sportolók sikeresen szerepeltek. Az egyesületet 2019-ben alapították, de több mint 30 éves múltra tekint vissza a kötélugró sport Dombóváron. Most van 8 éve, hogy ugró kötelezek, és kétszer vettem részt eddig Európa-bajnokságon, és idén hála Istennek Magyarországon került megrendezésre, ezért én is válogatóztam és kijutottam. Kaposváron tanulok, ami Dombovártól 30 kilométerre van, ezért csak egy versenyszámot vállaltam el, mert a sok edzésre nem mindig értem haza normális időben. Egy úgynevezett DDC versenyszámom volt, és 6-ak lettünk a csapattársaimmal. A sportolók elmondták, hogy általában minden nap edzettek a megméretetés előtti felkészülési időszakban. Ez napi kétszeri alkalom volt. Számomra egy csoda volt, főleg, hogy ott volt a családom. És hát egy nagy élmény volt, hogy nekem szurkoltak, hogy kiabálták, hogy hajrá Magyarország, és én képviseltem az országot ott a pályán egyedül éppen. Szóval nekem ez leírhatatlan örök élmény marad. A 14 éves Szabó Emília, Dombóvári József Attila általános iskola növendéke szintén versenyzett a kontinens viadalon. Vannak a gyorsasági versenyszámok, itt időre kell csinálni, váltott lábbal vagy páros lábbal kell ugrálni, úgyhogy vagy duplán hajtod át a kötelet, esetleg még triplán is.
Vannak ebből csapatversenyszámok, egyéni versenyszámok, dupla köteles versenyszámok, ahol kettő hosszú kötélben kell ugrálni. Vannak gyakorlatok, ahol ott is szintén van kettő hosszú kötél, van egyéni ott is, ahol saját köteletbe kell ugrálni, és ott is van csapatba is, ahol egyéni kötélben kell ugrálni. A klubnak jelenleg 29 tagja van. 9-en vettek részt a kötélugró Európa-bajnokságon, a többiek az utánpótlást erősítik. Összesen 16 versenyszámban voltunk jelen, számos érmet hoztunk el, ha jól számoltam, akkor 15 darab érem landolt ugye nálunk, illetve ezen felül több hatodik helyezett, illetve ugye negyedik és ötödik és hatodik helyezett versenyszámaink is voltak, valamint ugye a nagyon kemény Európa-bajnoksági mezőnyben, a középmezőnyben ilyen 14. helyezéseket is, és annál kicsit jobbakat is értünk el. A Jumper Zombovári Kötélugró Egyesület elégedett az eddigi elért eredményekkel. Híradunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Közlekedés környezet programok 512 elképzelés érkezett a pécsiektől. Képzés indul a gyakorlati oktatóknak, várja a jelentkezőket a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Szentlőrinci mezőgépnapok, agrárgazdasági gépek bemutatója. Vibrafónia, utazása a vibrafon körül, a püspökvári zenés esték újabb koncertje. Csütörtökön gyakran zavarhatják felhők a napsütést, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül, néhol átmenetileg megerősödik a nyugati észak-nyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!